A Művelődési Központ felnőtt képzőművészköre ismét kiállításon mutatkozott be a közönségnek. Ezúttal rendhagyó helyszínen mutatták be munkáikat. A Művelődési Központ felújítása miatt helyszínül a forráspanziót választották. Megnyitó gondolataiban Gonda Zoltán, méltán elismert festő, azt hangsúlyozta, hogy kiváló úton haladnak a művészpalánták érzései kifejezéséhez. Hajlamosak néha a szakmában az amatőrséget degradáló jelzővel hitet. Holott, ha belegondolunk, senki sem bújt ki a mamájából hivatásos művészként. Mindenki ezen a pályán indult el, és valahová elérkezett. Az első lépést megtették mindazok, akik elhozták alkotásukat a kiállításra. Minden év végén bemutatkozási lehetőséget kapnak a Hajdúszobosztói rajzszakkör lelkes tagjai, hogy képeiket a nagy érdemű elé tárhassák. Kezdtük a munkálkodást ceruzától a teljesen az akvarelig, illetve a temperáig. Tehát mindenféle technikát, amit a képzőművészetben, vagy általánosságban használnak, azt még mindent kipróbálunk, és aki úgy érzi, hogy valamiben ki tud domborítani valamilyen utat, azt folytatja és azt fejleszti. Ezúttal 13 lelkes alkotó munkáit csodálhatjuk meg, akik fantáziájának semmi nem szab határt. Konrád jelenleg a Medgyessy Ferenc Gimnázium tanulója. Másfél évvel ezelőtt kezdett foglalkozni a festészettel, azóta szebbnél szebb művek kerülnek ki kezei alól. Hát három portrélet, kettőt ilyen iskolában csináltam, vízfestékkel, akrilfestékkel, egyet pedig akvarelceruzával, a harmadik kicsit azt pedig glászmarra csináltam olajfestékkel. Konrád céljai közt szerepel, hogy a Budapesti Képzőművészeti Egyetem festőszakát elvégezhesse. Judit is három alkotását hozta el a kiállításra, és büszke arra, hogy megmutathatja munkáit a nagy közönség számára is. Igazából a kiállításra nem készítettem, tehát ezek régebbi munkák, egy pár hónaposak, amiket válogatás után ugye konzultáltunk a Tibivel, melyiket lenne jó, és akkor úgy került ki ez a három. Tehát ide kizárólagosan nem, hanem előtte készültek ezek a képek. Milyen technikákkal készítetted ezeket az alkotásokat? Igazából vegyes, tehát tempera, homok, diszperzit, ami igazából kézreeső anyag, de leginkább tempera az, ami közös mind a háromban. A rendkívül változatos alkotások közt nézelődve figyelmes lettem egy olyan hölgyre, aki rendszeres látogatója az ehhez hasonló kiállításoknak. A festő és a képzőművészetet nagyon szeretem, de én nem művelem, mert nem, nincs hozzá tehetségem, nem is volt soha, de mindig megnézem és örülök neki, és főleg annak, hogy tanítványaimat is látom itt, akik nagyon szépen ápolják ezt a művészetet, és ez külön öröm. A szervezők remélik, hogy a képzőművészet iránt érdeklődők figyelmét felkelti ez a válogatás, amit június 25-éig tekinthetnek meg a forráspanzió előterében. Különös, hogy milyen örömöt okoz az embernek, ha élénk, fénylő színeket préselhet ki egy palettára, és szétmázolhatja őket egy vásznon. Néha tudja az ember, hogy mit is akar csinálni, és néha nem, de mindig élvezett. Thank you.